halakat, nem a hattyúkat, a halakat szeretem a természetes környezetükben. I've been where the eagle flies, rode his wings across autumn skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon. His ladybird, he left his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you. És szeretem a halakat fent, jobbára sütve. Ma mindenképp tartsanak velem, halakat fogok készíteni, de nem egyedül. A mai nap a halakkal fogunk foglalkozni. Hadd mutassam be kis segítőtársamat, ugyebár nyári szünet van már, ugye? Igen. A nevedet légy szíves jó hangosan, hogy a nézők is hallják. Hengán Emma Zoé. Emma Zoé, melyiket szereted jobban, az Emmát vagy a Zoét? Hát leginkább az Emmát. Mind a kettő gyönyörű név. Hogy milyen lett a bizi, milyen lesz a bizi? Hát elvileg jó. Elvileg vagy gyakorlatilag is? Hát ha lesz benne négyes, akkor is csak egy. Ó, hát ez nekem kiváló. Anya örül, hát, nem? Igen. Hát én örülnék, ha egy ilyen gyönyörű, mosolygós lányom lenne, de hát engem fiúkkal áldott meg a jó sorsom, meg egy kis gyönyörű kislányjal, de hát ő, amikor ilyen kicsi volt, még nem láthattam. De hát Zoé, Emma, nekem nagyon tetszik ez a Zoé. Szólít valaki Zoénak? Nem szoktak. Hát akkor ma Zoé lesz Emma. Kedves Emma, mennyire szereted a halat? Imádom. Imádod? Melyik a kedvenced? A ponty. A ponty? A balatoni ponty? Vagy tök mindegy, hogy milyen ponty? Tök mindegy, milyen, de a ponty. És milyen formába szereted? Rántott. Rántott? Mivel? Úgy mondta, hogy krumplipürével. Krumplipürével. Na, nekem is az a kedvencem, a krumplipürés. És ki csinálja jobban? Őszintén senki nem hallja, csak én. A mamma vagy anya? Hát mindketten. Ah, te egy diplomatikus csaj vagy, úgy látom. Mondjuk anya annyira nem szokott halat csinálni, de... Igen? Nagyon finom, amit csinál. Ó, hát majd megismerkedek anyával egyszer, jó? Aztán cserégetünk receptet. Na, és szoktál enni tonhalat? Igen, szoktam. A konzervhalat is szereted? Igen. Nem vagy válogatós? Nem. Jó. Egyik se büdi? Mert valakinek büdi a konzervtonhal. Hát... Nem egész nap szagolgatnám, de elviselem. Hát rendben van, én szerintem csapjunk a lovak közé. Az első fogás, tehát az első, mutassuk, az első egy kapros tonhal krém lesz. Ehhez kell, ugyebár, mégpedig a tonhal. Tonhal. Abból kell egy egész doboz, teljesen mindegy, hogy miért használunk. Lehet saját levében, illetve olajos is, ma én olajosat kaptam, úgyhogy ezt leszűrjük, és beleöntjük egy edénybe. Emma a kis padavánom, úgyhogy kérlek szépen ezt a leszűrt tonhalat borítsd ebbe a zöld edénybe. Szoktál a konyhában segíteni? Igen, sokszor. Mosogatsz is? Néha. Néha? Amikor rád pirítanak? Igen. Akkor mosogat. Érted? Magadtól? Amikor anya mondja. Tehát akkor csináld magadtól, amikor anya mondja. Igen. Lesz belőle valami, érzem én ezt. Hogy állsz a szardíniával? Szeretem. Szereted? Igen. Na, ehhez a krémhez kell még egy szardínia, ezt én belerakom. Ugyanígy, és megkérhetnélek, hogy ezt is beleöntöd? Persze. Ezt is lecsepegtetjük. És mondjuk el a nézőknek, hol vagyunk? Hát a... lakásunknak a tetején. Tehát egy tizenemeletes tetején, a 11-en vagyunk, ahol gyönyörű a panoráma, ugye? Igen. Megkérhetlek, Emma, hogy akkor ezt is beleburítod. És most kezdődik az igazi munka. Kérlek szépen, hogy nyomkod össze úgy nagyjából, tökéletesen. Nagyon ügyes vagy. Addig ezt elrakom. Jó, csak így nyomkodjad. Emma akkurátusan
összeaprította ezt a kétféle halkonzervet. Mivel krém lesz, a krémnek kell egy textúrát adnunk, hogy állsz a sajtkrémmel. Szeretem. Szereted? Bár a kocka sajtokat annyira nem, de a sajtkrémet szeretem. Azt szereted. Ez egy tejszínes sajtkrém. Ehhez a recepthez mindenképpen ízesítetlen sajtkrémet vásároljunk. Bármilyen megfelel, a Philadelphiától elkezdve a Kempig sajtig, bármelyik tökéletes ehhez. Emma, légy szíves, ezt a mennyiséget rakd hozzá. Nagyon jó. Anyát meg szoktad lepni valamilyen főzőtudományoddal? Igen, reggelente szoktam tükörtojást csinálni, bundás kenyeret. Tükörtojást, 20 tükörtojást csinálni? Igen. Ó, téged nagyon jó nevel az anyukát. Meg kajás rántottát is. És rántottát is tud. És szereted is? Igen. Ó, mindegyiket imádom. Mindegyiket? Hallottam, hogy te formásan csinálod a tükörtojást, ugye? Igen. Ó, milyen formában? Hát például szívecske, virág, madár. Ó, tehát akkor hagymát is tudsz szelni? Igen. Ehhez a recepthez 2 darab hagyma kell, amit megkérünk, hogy Emma egyiket, a másikat én, jó? Szép vékony karikákra. Addig én gyönyörködöm a panorámába. Meg vagyunk ezzel a hagymavágással, és amikor rántottát csinálsz, szoktál esetleg alá hagymát rakni? Nem. Javaslom, egyszer próbáld ki. Amikor felforrósodik az olaj, ráraksz egy kis hagymát, egy számolsz kb. 10-ig, és utána mehet a tojás. Mit szólsz hozzá? Jó. Anya biztos értékelni fogja. Össze lehet keverni. Mivel minden hal szereti a citromot, ebbe a tonhal krémbe is kerül citrom. Ehhez a mennyiséghez 1 citromhéja és 1 leve kell. Míg Emma kevergeti, természetesen bio citromot használunk. Míg kevergeti, én reszelem hozzá citromot. Citromot facsartál le? Igen. Akkor megteszed ezt ma is? Igen. Jó, rendben van. Jön hozzá 1 citrom, amit Emma belefacsar a szünidő első napján. Csak nyugodtan. Hát látszik, hogy Emma gyakorlott. Gyakorlott kis kukta. Jó, teljesen jó. Jön a másik fele is. Szerinted eddig ezt meg tudnád-e csinálni egyedül? Szerintem igen. Szerinted igen? Igen. Meg tudtad jegyezni a hozzávalókat? Igen. Jó, valamelyik nem ízlik a hozzávalók közül? Nem, mindegyiket szeretem. Mindegyiket. Milyen szendvics a kedvenced? Hát amit anya készít, amiben van saláta. Megfelelően promózzuk anyát, igen. Van saláta, igen. Ketchup, téli szalámi. Téli szalámi, igen. És nagyon finom. Jó. Hát ez nem hangzik rosszul. És a friss hozzávalókkal mi a helyzet? Zöldségeket szereted? Igen. És ez szerinted micsoda? Nem tudja? Hajdisz? Ez micsoda? Nem tudom. Segítek, ez kapor. Ebbe a krémbe kapor kell. A kapor egy nagyon megosztó fűszer. Szoktam mondani, imádni és utálni lehet. Emma, te hogy vagy vele? Hát megeszem, de nem annyira szeretem. Tök főzelék bejön? Az igen. Na hát abba szeretem. Na akkor ebbe is imádni fogod. Gyorsan összevágom, nem kell apróra. És Emma összekeveri. És sózzuk, borsozzuk, és meg is vagyunk vele. Nem egy utolsó előtti keverést kérnék szépen.
így. Egy borsörlőzés, egy sózás, és a hűtőbe körülbelül egy óra alatt úgy összebarátkoznak az ízek, hogy tökéletes ízhatást érünk el, főleg egy pirított rostkenyéren. Nem a borsörlőzés. Még két tekerés? Jó, oké, rendben van. Kész vagyunk. És ki is tálalhatjuk, mit szólsz hozzá. Van ilyen gyönyörű halasforma, ami egyébként nem erre való, hanem ebbe pitéket, halaspitéket gyárthatunk. Nem sokára sor kerül, de a mai nap ebbe fogjuk kitálalni ezt a tonhal krémet. És remélem megkóstoljuk a végén, mit szólsz hozzá. Jó. Oké? Hát Emma, egy élmény volt a mai nap. Mondtam, taps az eleje, taps a vége. Érezd jó magad a nyáron. Rendben. Legyél jó barna. Jó. Jó. A biziben reméljük csak egy négyes lesz. Hát reméljük. Reméljük. Majd bemutatod? Igen. És mi meg fogjuk önöknek mutatni. A második halas étel egy afrikai harcsafilé lesz, amit pitába fogok tálalni, illetve kínálni a vendégeimnek, akik majd remélem, hogy megörvendeztetnek itt a 11-en, majd ha végeztünk. A harra nagyon kevesen gondolnak szendvics feltétként, pedig higgyék el, kár. Most fogok mutatni önöknek változatokat halas szendvicsekre. Amihez nagyszerű választás az afrikai harcsafilé. Nincs benne szálka, pillanatok alatt süthető, illetve főzhető, és ezután a felhasználási lehetősége számtalan. Természetesen megehetjük natúron is, bármilyen zöld körettel, de én a mai nap folyamán két változatát fogom mutatni, egy önálló ételként, illetve egyszer felhasználva halpogácsaként. Ehhez is először hevítem az olajat, és a 11. emeleten kisütök két gyönyörű szelet, két és fél szelet afrikai harcsafilét. Sózom. Borsozom. És 3 perc eltelte után megfordítom. Ennyi a mutatvány. Kisütöttem a filéket, neki állhatok a halpogácsák összeállításának. Ehhez kell 2 darab áztatott zsemle, teljesen indiferens, hogy vízbe vagy tejbe áztatjuk. Háziasszonyra bízom ezt a döntést. Jól kinyomkodom. Ez egy olyan halpogácsa, hogy körülbelül egy-egy perc mindegyik oldalán és meg is sült. Tehát tényleg kevés energia ráfordításával érhetünk el nagyszerű végterméket.
Tehát higgyék el, megéri kipróbálni. Ez a fél szemem az operatőrön van, mert addig megy hátra, hogy remélem fönnmaradsz. Ezután fogok egy filét, és ha már nem annyira forró, akkor a kezemmel elmorzsolom. Aztán rakok hozzá természetesen tojást, ebből 2 darabot, ugyebár összefogjuk. Sózom, de csak picit, mert ugyebár a halfiléket is már sóztam. Borsozom. De nem nagyon, tényleg csak 2 tekerés. És ennek a halpogácsának a fűszere a tárkony. Próbálják ki, a tárkony és a hal nagyon jó barátok. Ne sajnáljuk. Általában a magyar háziasszonyok a tárkonyt nem igen szokták használni, legfeljebb tárkonyos, tejszínes levesbe, ragukba, vagy pedig esetleg csorba levesbe, de ugyebár a csorba levesnek a fő fűszere az én nagy kedvencem, a kapor, de hallottam már olyat, hogy valaki tárkonyra fűszerezi, bátran próbálják ki halakkal is. Közben Emának a segítségét kértem ismét. Mint a tetőn nem túl sok asztal van. Egy kis zsemle morzsába megpörgetem a halas pogácsákat, és kisütjük. Emma már alig várja. Valami sose ettél ilyet, ugye? Nem. Na és már is mehet bele. Nem kell nagy. És most jön a mai nap legnehezebb feladata. Emma, készítettél már pirítóst? Igen. Biztos? Igen. Aki nem tudja, megmutatjuk, jó? 1. És 2. Majdnem. És Emma 3-ra légy szíves, indítsd el. 1, 2, 3. Emma. 3, 2, 1. A finom halas pitához, pitákat Emma segítségével, ahol a pirítóson megmelegítettük, a halat vékony csíkokra szelem, ez már meghűl, tehát pontosan tudom szelni, a paradicsomot szintén felszelem. Közben Emma a joghurtot kikeverte egy kis fűszerrel és új hagymával. Tényleg, már csak az összeállítás van hátra. Fogom a pitát, finom, meleg, rakok bele salátát. Így az aljába. Szereted a pitát? Igen. Rakok hozzá nem kevés halat. Így. Jönnek a paradicsomok. Így. Mennyi paradicsom legyen benne? Sok? Hát nem tudom, te döntöd el. Hát te szereted? Igen. Na, akkor így még a tetejére egy kis dizájn saláta mindenképpen. Így. Ezt szerinted meg tudnád csinálni anyának? Csak dugdozni kell egy zsebecskébe. Mit szólsz hozzá? Szerintem igen. Szülinapi buli lesz mostanában? Nem. Nem, hát majd, ha lesz újnapi bulija, akkor szerintem ezzel a csajoknál biztos vagyok benne, hogy nagy népszerűségnek örvendenél, nem? De. De. Lemma, megkóstolod? Persze.
Nagyon finom. Tényleg? Őszintén? Igen. Nem csak azért, mert pár bácsi van mögötted. Nem. Tényleg? Nagyon finom. Oké. Emának hívjuk. Első szűrőn átment. Elkészültem a halas ételeken, látják, nem ördöngőség. Egy egyszerű délután is el lehet készíteni, akár a 10 emeletes tetején is. A 10 emeletes tetején egyébként találtam pár kedves embert, akinek köszönöm a közreműködését és a segítségét, és meghívnálok benneteket egy 11. emeleti piknikre. Mit szóltok hozzá? Örül a szívünk. Köszönjük. És hát csak a dicsérő szót szeretném hallani, mert az Emma szerintem 55%-ban benne vagy ebbe a mai munkában, nem? Hát nem tudom. Jól érezted magad? Igen. Akkor övé az első falat. Önöket várom a jövő héten is. Kérem, lájkoljanak a Facebookon. Egy közös integetés a viszontlátásra. Na akkor még egyszer, jó? Jó? Megszokott asszisztencia. De nagyon vigyázz, Emma. Jobban aggódok, mint az anyja, komolyan mondom.